Hagyjon fel a tudásellenes politikával és juttasson több forrást az oktatásnak, erre szólítja fel a kormányt a Jobbik. A párt szerint átfogó szakmai konszenzuson alapuló modernizációra van szükség, amelynek nulladik lépése a béremelés. Brenner Kolomant kérdezzük. A Jobbik képviselőjét és már is oktatás, és nem beszéltünk meg, és nem ez a témánk, ha akar válaszol rá, akar nem, de hát tudom, hogy itt volt már az ajtóban, amikor Ungár Péter hát erős kritikával illette ugye blokk az ellenzéket. Mit gondol az ő szavairól? Én azt gondolom... Megy, bocsánat, a közös tárgyalásra, ami lesz Komjáti Imréknek. Igen, azt gondolom, hogy ez az LMP útja, illetve Ungár Péter hát ezt az erős kritikáját már korábban is több ízben megfogalmazta. Én azt gondolom, hogy különböző pártok vannak ellenzéki oldalon, a mi konzervatív politikai közösségünk megtette ugyanezt a házi feladatot, amire Ungár Péter utalt, és van konzervatív, koherens világképünk, és ennek megfelelően politizálunk, és azt is látjuk, hogy abban viszont teljesen igazat adok képviselőtársamnak, hogy az ilyen technikai megbeszélések nem érdeklik az ellenzéki választót, hanem azt érdekeli, hogy van egy olyan párt, mint például a Jobbik, amely egy jobb-közép konzervatív párt, azt gondolja a világról, azt gondolja az Európai Unióhoz való irányultságunkról, azt gondolja az oktatásról, az egészségügyről, stb. És ez egy konzervatív világkép, és ráadásul ugye az ellenzéki együttműködésből mi, ha szabad így mondani, azért is lógtunk ki korábban, mert pontosabban ez egy baloldali liberális zöld tömb volt gyakorlatilag, nekünk nem feladatunk az orbáni egypárti túlhatalom olyan fokú, állandó, olyan jellegű és parttalan kritikája, amit szintén Ungár Péter mondott, nekünk jobboldali alternatívát kell nyújtanunk, mert az kell ahhoz, hogy ezt a fideszes egypárti túlhatalmat majd később együttműködve baloldali, liberális és zöld kollégáinkkal le tudjuk váltani esetleg nem, egy koalíciós kormányban. Nem faggatom kormányba. Tovább erről, mert ha minden igaz, holnap jön a pártelnök Gyöngyösi Márton, majd őt faggatom erről. Oktatás. Ugye a Népszava nyilvánosságra hozott egy rendeletet, ez egyelőre egy sajtóhírnek számít. Ön azt írta a Facebook oldalán, hogy ne a fideszes csinovnyikok ellenőrizzék a tanárokat. Mást is írt még, én szándékosan ezt az idézetet vettem ki. Fideszes csinovnyikok? Igen, itt arra utalok, hogy azért mind a tankerületi vezetők, mint sajnos az igazgatók egy jelentős része már nem úgy került megválasztásra és kiválasztásra, ahogy az korábban történt, hogy akár a szülők véleményét, vagy a tantestület véleményét, vagy akár a diákok véleményét figyelembe vették, hanem sajnos sok esetben valóban fideszes csinovnikokról beszélünk. Igen, csak ezzel az összes iskolaigazgatóra tulajdonképpen azt mondja, hogy fideszes csinovnik. Nem, én azt mondtam, hogy ebben a formában ez a fajta belső értékelési rendszer azért hibás, mert gyakorlatilag kiveszi azoknak a kezéből az értékelést, akinek igazán ez feladata lenne. Ugye a posztomban is kifejtettem, hogy mi nagyon régóta javasoltuk azt, hogy a kissé leöpült szakfelügyeleti rendszert erősítsük meg egy támogató, és valóban a pedagógus kollégák munkáját segítő szakfelügyeleti rendszerrel, de az, hogy ezek a belső értékelések alapján egy szemében egy igazgató, majd az igazgató munkáját a tankerületi vezető plusz-minusz módon megítél, és ettől függik a fizetése, szerkesztő asszony, erre gondoltam azt, hogy ez helytelen, hogy egy ilyen egyszemély döntést hoznak nagyon sokszor Fideszhez kötődő emberek. Tehát nem magával az ellenőrzéssel lenne a gondjuk önöknek sem, tegnap ezt mondta egyébként a pedagógusok szakszervezetének elnöke is, hanem a hogyannal, tehát magával a rendelettel. Azt mondja, a szakfelügyeleti rendszert kellene újraépíteni vagy modernizálni, hogyan? Nagyon egyszerű, ugye a szakfelügyeleti rendszer és a tankerületeknek az a fajta szakmai támogató munkáját kellene modernizálni. Ez egybeesik egyébként a pedagógus kollégák továbbképzésének a sokkal nagyobb támogatásával. Ugye jelenleg ez a rendszer azért épült le, mert a teljes központosítás miatt megszűntek azok a szakmai műhelyek, amelyek korábban azért jelen voltak. És azt gondolom, hogy azáltal is, hogy az egyes iskolák önállóságát ugye a klik központosítása megszüntette, megszűnt az a lehetősége egy tanfelületi rendszernek, ahol tényleg az egyes pedagógus kollégák életpályát is lehetett támogatólag kísérni. Ugye ez illeszkedik ahhoz a régi javaslatunkhoz is egyébként, hogy a pedagógusok munkáját segítőknek a létszámát azonnal meg kellene háromszorozni, ami véleményünk szerint, hogy elérjük végre az OECD államok átlagát ráadásul. Na de ebben a szakfelügyeleti rendszerben ki
ki lenne a felügyelő, ki lenne az, aki a tanárokat ellenőrzi, nem lehetne ugyanúgy rájuk mondani, hogy na, hát ők is politikai kinevezettek. Ugye egy szakfelügyeleti rendszernek az a lényeg, hogy folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan segíti a kollégákat, tehát beül órákra, jegyzetel, utána megbeszél a kollégával, de nem büntető jelleggel, ahogy ez az éves értékelés itt, hogy fizetés megvonással fenyegetőznek, hanem egy támogató jellegű a pedagógus kollégákat, ahogy a posztomban is írtam, mi konzervatív pártként, mi felelős értelmiségének tekintjük, és nem elbocsátandó cselédnek, és ezzel a rendszer a legnagyobb problémánk, az pedig, hogy az oktatás irányítását teljesen más alapokra kellene helyezni, ami véleményünk szerint, azt már szerkesztő asszony is többször megbeszéltünk, egy oktatási, kultúrás és digitalizációs minisztérium lenne az én személyes preferenciám, hiszen például nagyon nagy lemaradásban vagyunk a digitalizáció eszközeinek és eredményeinek beépítésében az oktatásban, tehát ez az átfogó modernizálása a magyar oktatási rendszernek, ez ugyanolyan fontos, mint hogy már nagyon régen meg kellett volna emelni 50%-kal a pedagógus kollégák bérét is. No, egészen más és utolsó dolog, ugye a hétfőn este kiderült, hogy milyen önkormányzatok, vagy mely önkormányzatok kapnak rezsitámogatást a kormánytól, és kik nem. A fővárosban a DK-s vezetésű kerületek nem kaptak egyet kivéve. Szóval a negyedik kerületi jobbikos képviselő lemondásra szólította fel Déri Tibor polgármestert, aki egyébként Momentumosból lett DK-s. Ez a Jobbik álláspontja, vagy Szabó Balázsé? Mert ő erősen neki ment az összes DK-s polgármesternek. Ezt a nyilatkozatot én nem láttam. Azt tudom mondani ebben az összefüggésben, hogy általánosságokban, és nem a konkrét helyügyről beszélek, de általánosságban az egy nagyon érdekes kérdés, hogy valamelyik megválasztott polgármesternek feladata-e esetenként egy olyan politikai játszmába belemenni, ami kapcsán ő az adott település, vagy akár kerületnek járó forrásokat veszélyezteti. Ugye ez annak a kérdése, egy politikai erkölcsi kérdés is, hogy mondjuk a fennálló egypárti túlhatalmat milyen szinten fogadom el partnernek. Tehát értem én azt a dilemmát, amit a különböző politikusok itt ebben a helyzetben aztán megtesznek. Vannak olyan ugye vezetők, mint például Botka polgármester úr Szegeden, aki annak ellenére, hogy viszonylag koherens kritikákat szokott megfogalmazni, mindig is jó kapcsolatot ápolt a fideszes kormánnyal is, ugye emlékeztetnék arra, amikor ott járt nála mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök úr. Tehát ennek különböző válfajai vannak. Én azt gondolom, hogy egy felelős megválasztott vezetőnek tényleg nagyon komolyan próbálnia kell a lehető legjobbat kihozni. Itt utalnék például az Európai Uniós pénzek ügyére, amit mi felelős konzervatív pártként azért szavaztuk meg például mind a 17 javaslatát a fideszes kormánynak, hogy megkapják a magyar polgárok a nekik járó forrásokat, de értem a politikai és morális dilemmát is mögötte. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.